Egyszerű többség is elegendő. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 111 igen szavazattal, 262 ellenszavazattal a módosító javaslatot elutasította. Az ajánlás 14-es pontjában Varga Zoltán és mások a 10-es paragrafus 8 bekezdésében szereplő szövegcserés rendelkezés elhagyását kezdeményezik. Az elhagyásra figyelemmel a javaslat elfogadása az egyszerű többség is elegendő. A bizottságok nem támogatják, kérem szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 110 igen szavazattal, 263 ellen szavazattal a módosító javaslatot elutasította. Tisztelt országgyűlés, határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor. Tisztelt országgyűlés, soron következik a mentelmi ügyek megtárgyalása. A mentelmi bizottság H/343 számú javaslatában indítványozza, hogy az Orosházi Városi Bíróság megkeresésével érintett ügyben az országgyűlés Babák Mihály országgyűlési képviselő mentelmi jogát ne függessze fel. Megadom a szót Ipkovics György úrnak, aki a bizottság javaslatát szóban is megkívánja indokolni. Öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Az Orosházi Városi Bíróság 1B63/2010/5 számú végzésével kereste meg az országgyűlést, és kéri állásfoglalását Babák Mihály képviselőtársunk mentelmi joga felfüggesztése tárgyában. Rágalmazás és becsületsértés vétsége miatt. A mentelmi bizottság megtárgyalta, megvizsgálta az előterjesztést, és 4-1 arányban azt a döntést hozta, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően Babák Mihály képviselőtársunk mentelmi jogát ne függessze fel. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, megkérdezem Babák Mihály képviselőt, kíván-e szólni? Képviselő úr nem kíván szólni. Tisztelt országgyűlés, a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő úr mentelmi jogát az országgyűlés ne függessze fel. Felhívom figyelmüket, hogy a mentelmi jog felfüggesztéséhez a jelenlévő országgyűlési képviselő kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy felfüggeszti Babák Mihály országgyűlési képviselő úr mentelmi jogát a H/343 számú ügyben. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 45 igen szavazattal, 325 ellen szavazattal Babák Mihály képviselő mentelmi jogát fenntartotta. A mentelmi bizottság H/344 számú javaslatában indítványozza, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság megkeresésével érintett ügyben az országgyűlés Horváth Csaba országgyűlési képviselő mentelmi jogát ne függessze fel. Megadom a szót Simon Gábor úrnak, aki a bizottság javaslatát szóban is megkívánja indokolni. Öné a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves képviselőtársaim! Horváth Csaba képviselő úr 2009. december 7-én a Magyar Televízió Este című műsorában a Helyi Téma című újság és a BKV kapcsolatáról beszélt, illetve megemlítette Vitézi Dávid nevét, aki a BKV korábbi felügyelőbizottsági elnöke volt. Ezeket a kijelentéseket Vitézi úr sértőnek találta, ezért eljárást indított képviselő úr ellen. A mentelmi bizottság az ügyet 2010. június 8-a ülésén megtárgyalta. Horváth Csaba képviselő úr írásban jutatta el a véleményét a bizottsághoz. A bizottság az eset összes körülményeinek mérlegelése után a magánvádas ügyekben követett gyakorlatra
figyelemmel, és azon tényre is figyelemmel, hogy tulajdonképpen itt két közszereplő nyilvános vitájáról van szó, négy igen és egy nem szavazat mellett azt javasolja a tisztelt országgyűlésnek, hogy Horváth Csaba képviselő úr mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze fel. Köszönöm. Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem Horváth Csabát, kíván-e szólni? Képviselő nem kíván szólni. Tisztelt országgyűlés, a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő úr mentelmi jogát az országgyűlés ne függessze fel. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Horváth Csaba országgyűlési képviselő mentelmi jogát a H/344-es számú ügyben. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 47 igen szavazattal, 317 ellenszavazattal, 5 tartózkodással Horváth Csaba mentelmi jogát fenntartotta. Tisztelt országgyűlés! A mentelmi bizottság H/345 számú javaslatában indítványozza, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság megkeresésével érintett ügyben az országgyűlés Németh Zsolt országgyűlési képviselő úr mentelmi jogát ne függessze fel. Megadom a szót Cserpalkovics András úrnak, aki a bizottság javaslatát szóban is megkívánja indokolni. Önni a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. A Pesti Központi Kerületi Bíróság kérte az országgyűlés állásfoglalását Németh Zsolt országgyűlési képviselő mentelmi joga felfüggesztése tárgyában, mivel ellene dr. Tordján József feljelentést tett rágalmazás vétsége miatt. Egy felvidéki lapnak 2009. november 18-án adott interjújában megjelent kijelentés miatt. A mentelmi bizottság az ügyet 2010. június 8-i ülésén megtárgyalta, és tekintettel arra, hogy mivel két közszereplő egymás közti ügyéről van szó az említett esetben, ezért 6 igen és 1 nem szavazattal azt javasolja az országgyűlésnek, hogy Németh Zsolt országgyűlési képviselő mentelmi jogát az adott ügyben ne függessze föl. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem Németh Zsolt képviselőt, kíván-e szólni? Képviselő nem kíván szólni. Tisztelt országgyűlés, a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő mentelmi jogát az országgyűlés ne függessze fel. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Németh Zsolt országgyűlési képviselő mentelmi jogát a H/345 számú ügyben. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 46 igen szavazattal, 324 ellenszavazattal, 1 tartózkodással Németh Zsolt mentelmi jogát fenntartotta. Tisztelt országgyűlés, a mentelmi bizottság H/346 számú javaslatában indítványozza, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság megkeresésével érintett ügyben az országgyűlés Simicskó István országgyűlési képviselő úr mentelmi jogát ne függessze fel. Megadom a szót Rubovszky György bizottsági elnök úrnak, aki a bizottság javaslatát szóban is megkívánja indokolni. Önni a szó, elnök úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Simicskó István úr ellen Szima Judit, a Tetrekész Magyar Rendőrség szakszervezetének főtitkára tett feljelentést becsületsértés vétsége miatt. Tekintettel a hosszú szavazásra nem kívánom az egészet ismertetni. Tekintettel arra, hogy magánvádas ügyről van szó, és az alkotmánybírósági határozatra figyelemmel, a mentelmi bizottság 6 igen és 1 nem szavazattal azt indítványozza az országgyűlésnek, hogy a képviselő úr mentelmi jogát ne függessze fel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Megkérdezem Simicskó István képviselőt, kíván-e szólni? Képviselő úr nem kíván szólni. Tisztelt országgyűlés, a határozathozatal következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság úgy foglalt állást, hogy a képviselő úr mentelmi jogát az országgyűlés ne függessze fel. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy felfüggeszti-e Simicskó István országgyűlési képviselő mentelmi jogát a H/340 számú ügyben. Kérem, szavazzanak!
Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 46 igen szavazattal, 325 ellenszavazattal Simicskó István mentelmi jogát fenntartotta. Tisztelt országgyűlés! A mentelmi bizottság H/347 számú javaslatában indítványozza, hogy a Pesti Központi Kerületi Bíróság megkeresésével érintett ügyben az országgyűlés Samu Tamás Gergő országgyűlési képviselő mentelmi jogát függessze fel. Megadom a szót Szabó Gábor úrnak, aki a bizottság javaslatát szóban is megkívánja indokolni. Önné a szó, képviselő úr. Köszönöm a szót. Tisztelt ház, tisztelt elnök úr. A Pesti Központi Kerületi Bíróság az országgyűlés elnökéhez intézett átiratában indítványozta Samu Tamás Gergő országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, mivel ellene a budapesti nyomozó főügyészség az elmúlt szavazási példát teremtette, függeszték fel a mentelmi jogokat, hiszen teljesen mindent, hogy milyen válasz eljárásról van szó. A lényeg, hogy nem akadályozza a képviselő eljárása munkáját, egyik eljárás sem olyan külön szó van. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés, határozathoz következik. Emlékeztetem önöket, hogy a bizottság úgy foglalatára, hogy a képviselő úr mentesmi jogát az országgyűlés függesze fel. És kérdezem a tisztelt országgyűlés, hogy elfüggeszti a Samu Tamás Gergő országgyűlési képviselő mentesmi jogát a H/344 számú ügyben. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés 365 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 1 tartózkodással mentes a Samu Tamás Gergő mentelmi jogát felfüggesztette. Tisztelt országgyűlés, az a mostani tárgy sorozatba vételi kérelmekről határozunk. Az LMP képviselő csoportja indítványozta, hogy az országgyűlés döntsön, az Alkotmányügyi Bizottság által elutasított a Magyar Köztársaság országgyűlésének egy házszabályáról szóló 46/1994-30 országgyűlési határozat módosításáról szóló 12. számon Schiffer András képviselő által benyújtott határozati javaslat társorozatba vételéről. Megkérdezem az előterjesztőt, híványa-e indokolni a